az egyetemnek az életében egy energetikai fejlesztés fog megvalósulni. Jelen pillanatban az egyetemnek a magas épületének a hőszigetelésével kezdtünk el foglalkozni, de későbbiek során megvalósításra kerülnek még a meglévő épületek, A épület, Aula B, D és a tornaterem épületek és az energetikai felújítása. A torony épületnél, ahol most állunk, egyik legnagyobb épülete ennek a komplexumnak, kihívás szempontjából is bonyolult, mivel ez egy magas épületről beszélgetünk, tehát 50 méter magas épületről. Itt már különböző hatósági elvárásoknak is majd meg kell felelni a végén. Itt legfontosabb a tűzvédelem kialakítása, ezért nem is lehet klasszikusan RPS szigeteléssel kialakítani a homlokzati szigetelést, hanem mindenféleképpen gyapott szigetelést kell alkalmazni. Jelen pillanatban az épületnél mondhatjuk azt, hogy a homlokzati hőszigetelés három oldalról felragasztásra került, ez a 14 cm vastag ásványgyapott szigetelés. A dübelezési folyamatok, a érbédőzések, az előkérgesítések indultak el, illetve elkezdődtek már egy-egy nyílászárnak a kicserélése is. A Menészer Kft. És a Győri Fodor Kft. Konzorcium munkájával készül a projektnek a megvalósítása. Idén szeptemberben indult, és 2025 tavaszára fog elkészülni az energetikai fejlesztés.